Félrefordított fejjel meghajtom magamat a tanár felé. A jó tanuló felel, magyarázom a bizonyítványom, lógok a szeren. Néhány a novellák közül, amelyeket idősek és fiatalok egyaránt ismernek és kedvelnek. Karinti műve szórakoztató stílusban tárja elénk a 20. század elejé iskolai életet. Egy kamasz fiú szemével láthatjuk a mindennapokat, a felelések, a dolgozatok miatti izgalmat, a diákcsínyek és nagy iskolai nevetések, viták és hétköznapok nosztalgikus hangulatát. Simon Kornél a tavalyi nagy sikerű Oscar című vígjáték után ismét a Móri Zsigmond Színházban rendez, az idei előadás ötlete tőle származik. Én nekem mindig komoly kihívás, és nagyon szeretek ilyesmivel foglalkozni, olyan darabokat létrehozni, amik eredendően nem dramatikus, hanem mondjuk epikus műből, vagy lirikus műből származnak. Úgyhogy ezt is egy ilyen komoly és véghez vivendő kihívásnak gondoltam, és hát azt hiszem, hogy sikerült, de ezt majd dönts el a kedves néző. Karinti ezt írt a művéről. Nem látom olyan keservesnek és fárasztónak és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély és humor és emlék és szép fiatalság. Bár a történet a fiataloknak szól, az előadás alkotói nem csak az ifjúságnak szánják a produkciót. Alapvetően ezt így ilyen, hát családi darabnak terveztük. Én szerintem ilyen saját missziómnak érzem megszólítani az ifjúságot, megismertetni és megszeretetni velük az irodalmat és a színházat, és hogy leporolni, bár mondjuk például Karinti semmiféle leporolásra nem szorul, de mégis posztmodern utalásokkal, vagy egy-egy ilyen egy-egy helyzet, vagy a környezet megváltoztatásával olyan fölismerhető és átérhető szituációba helyezni az adott részleteket, amik könnyen megragadhatók a mai fiatalság számára is. A korhű jelmezek és az izgalmas díszlet Nagy Viktória munkája. A tanár szerepét Puskás Tivadar alakítja, diákjait többek között Horváth Viktor, Fellinger Domokos és Gulácsi Tamás játsszák. Róka! Milyen róka? Paróka!